tárogató kíséretével művészek és jelenlévők közösen énekelték el a magyar. Ne hagyd elveszni, elvég Istenünk. Majd a székely himnuszt csütörtökön Baktaló rendházán. Az 1920-as trianoni békediktátumra emlékeztek a városban. Tavaly nem volt arra lehetősége az önkormányzatnak, hogy a 100. évfordulóra közös eseményt szervezzen a testvértelepülésekkel. Ezt csütörtökön pótolták a Baktaló rendházai városháza szomszédságában. Örömmel jelentetem, hogy minden határon túli magyar lakta vidékről érkező testvértelepül is elfogadta a meghívásunkat, így Székelyföldről, Gyergyócsomafalváról érkeznek vendégek, Kárpátaljáról, Técső városából lesznek itt barátaink, testvéreink, míg Felvidéket Lukarénje testvértelepül is képviseli. A Hargita megyei Gyergyócsomafalva és Baktaló rendháza közel 30 éve kötött testvértelepülési megállapodást. A székelyföldi település polgármestere beszédében kiemelte, a két település azóta is egyként gondolkodik és segíti egymást, amiben tudja. Egy nagyon jó kapcsolat van köztünk, még a legnehezebb időkben is mindig megkerültek, megtaláltuk azokat az embereket, akik tudták képviselni ezt a kapcsolatot, tudtak szeretettel fordulni egymáshoz, akár hozzánk jöttek, akár mi jöttünk ide, és hogy miért volt fontos jönni, csomafalvi szakember, csomafalvi mesterember kopjafáját fogjuk itt ma felavatni, úgyhogy egyértelmű, hogy itt a helyünk, ráadásul egy olyan megemlékezés kapcsán, ami érint minket is. Az emlékmű készítőjének nem ez az első alkotása Baktaló rendházán. A gyergyócsomafalvai Jánosi Borsos Attila 10 évvel ezelőtt egy székelykaput, idén pedig egy kopjafát adományozott a városnak. A település egykori alpolgármestere olyan motivumokat használt, ami a magyarok és a székelyek közös múltját szimbolizálja. A tetején de van egy tulipán, ami jó tudni azt, hogy nem csak a székelységnek, a magyarságnak is a jelképe, hanem utolsó sorban női jelkép, de én arra gondoltam, hogy anyaország a nőből jön, nem? Vagy akár védőszentünk Máriát is elképezi. Most nem jelk egész a kopjafán, de van rajta akár csillag, ugye Csaba király fősvénye, van rajta katonajel, van rajta gula, ami ugyan nyakkas székely embert, vagy akár a nyakkas egyenes embert jelenti, vagy elképezi. A térség országgyűlési képviselője arról beszélt, a kormánynak felelőssége, hogy gazdaságilag, kulturálisan és jogilag is segítse a külhoni magyarokat. Kovács Sándor kiemelte, a határon kívül ragadt honfitársak tiszteletet érdemelnek, amiért az elmúlt 101 évben is kiálltak a történelmi Magyarország eszméjéért. Azt gondolom, hogy egy öröm lesz ez, egy gyász emlékének öröme, hiszen újra együtt lehetünk egy ilyen pandémiás időszak után, ahol határok voltak lezárva, és ne adj Isten, lesznek lezárva, és tudunk örülni minden pillanatnak, hogy itt lehetünk, és azt gondolom, hogy minden évben megvan ennek a maga egyfajta nagyon mély lélket rezgető üzenete, hogy akinek nem fáj Trianon, az nem magyar. Az egyik költő mondta, hogy az a magyar, akinek Trianon fáj. Fájó érzéssel gondolunk, de most egy ünnep keretében. A felavatott történelmi Magyarország emlékét őrző kopjafára a jövőben bárki köthet nemzeti színű szallagot, kifejezve ezzel együttérzését a külhoni magyarok iránt.